Éppen műhely munka zajlik, tesztkérdéseket kapnak a fiatalok a Katolikus Caritas csoportnál a Baranyavár megyei Mária Gyűdik egyhelyen. Itt a Mária Gyűdik ifjúsági találkozón, így a Katolikus Caritas, mind a Katolikus Egyháznak a hivatalos segélyszervezete is kint van. Kis műhelyel veszünk részt ezen az eseményen. Nagyon sok más műhely is működik, dolgozik, de mi ugye az egyház segélyszervezeteként kimondottan a segítő munka, az ehhez kapcsolódó szolgálat, hogyan tudnak a fiatalok akár részt venni a segélyszervezetünknek az életébe, hogyan tudnak kapcsolódni hozzánk. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy kis kvízt, amit kitöltenek a fiatalok, átbeszéljük velük ilyen érdekes kérdésekkel, de ezen keresztül megismerik így a segélyszervezetünknek a működését, és majd bízunk benne, hogy minél közelebb tudnak kerülni ez a fajta segítő szolgálathoz. Több mint 100 fiatal regisztrált a 4 napos 42. Mária Gyűdi ifjúsági találkozóra. Fábián Bence a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészségben dolgozik, 2 éve társszervezője a Mária Gyűdi ifjúsági találkozóknak, főszervező a Katifi. Előszervezésben és napi programok lebonyolításában segíti a fiatalokat. Hosszú évek, évtizedek hagyománya az, ami itt újra felelevenül. A találkozóra várjuk azokat a 16 és 35 év közötti fiatalokat, akik szeretnék jobban elmélyíteni az Isten kapcsolatukat, keresők, szeretnének Istenhez kapcsolódni, akár gyakorló hívők, és ezért vagyunk mi szervezők, és ezért próbálunk számukra minél izgalmasabb, minél színesebb és minél Istenhez közeli programot szervezni. Már 1 éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. Elmondta, hogy a programokat a Ferenc pápa által meghirdetett szent évhez és az idei imádság évéhez kapcsolódóan szervezték meg. Ez is a címe a találkozónak, hogy meghallgatlak. Ebbe tényleg így az egymással való kommunikáció, az Istennel való imádság, annak a módjai kerülnek itt kibontásra, valamint a Szentírásból is vettünk egy idézetet, Uram, taníts minket imádkozni. A keresztény embernek ez egy alapvető dolga, hogy imádkozzon, és hogy kérje a jó Istent, hogy meglegyen az égiekkel a kommunikációnk, és nem az Istennek van szüksége a mi imádságunkra, hanem az imádság által ez egy önfejlesztés is, és egyben tényleg az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, amely által mi gazdagodunk. Az ember életének legfontosabb erőt adó valósága a személyes találkozás családban, baráti körben, közösségben. Az életminőségünk azon múlik, úgy épül fel, mennyit, kikkel, milyen minőségben találkozunk, mondta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyés püspöke a találkozó helyszínén. Ha kereszténységet nézzük, akkor a kereszténység pedig teljesen erre épül, első perctől kezdve, hogy összejöttek, együtt voltak, találkoztak, figyeltek egymásra, segítették egymást. Az a krisztusi üzenet, az a krisztusi gazdagság, amit ő 3 éven keresztül az apostolokkal felépített. Találkozott emberekkel, kiválasztott embereket, meghívott embereket, hogy utána ők is vigyék tovább ezeket a találkozásokat. Hát ezek a fiatalok most, nagyon boldog vagyok, hogy itt vannak, különböző szinteken beszélgetnek, de a lényeg az, hogy együtt vannak, hogy találkoznak, beszélgetnek, és én arra fogom biztatni őket, hogy otthon nagyon komolyan legyenek ők részesei a helyi találkozásoknak. Vasárnap szentmisével zárult a találkozó, majd a csoportok hazautaztak.